Köszöntjük Önöket, ez itt a Sziasztó Plusz, a Nyíregyházi Televízióban is érdemes velünk tartani, ne menjenek messzire, nem sokára Dóra és a Felfedezők nevű csapattal beszélgetünk, majd mozgalmas nyaruk volt, úgyhogy hát zenélni is fognak majd nekünk, de ezt majd a beszélgetés után hallhatják, illetve hát érdekes ételeket is mutatunk majd Önöknek, illetve talán arról beszélgetünk, hogy ezeket a tipikus nyári ételeket, mondjuk a grill ételeket hogyan lehet egy kicsit másképp elkészíteni, mint ahogy megszokhattuk, meg hát természetesen színház, Pregicer Fruzsinát várjuk ide a stúdióba. Úgyhogy kezdjük Dórékkal, mert hogy pont emlegettem neki, hogy talán akkor találkoztunk utoljára, amikor még vártad a felvételi pontokat. Hát azóta megszülettek a pontok, felvettek, elmentél Budapestre, tanulás, stb. És akkor aggódtál, hogy mi lesz az együttessel. Úgy tűnik, hogy minden rendben van. Igen, ez már lassan egy éve volt, és a kezdeti aggodalmak, miszerint esetlegesen feloszlunk, vagy bármilyet, ezt teljesen eloszlottak. Mindazonáltal, ugyebár, hogy minimálisan családi vállalkozás, szóval, hogy kettő testvéremmel, az egyikkel, aki itt ül éppen, végezzük ezt a feladatot, és azóta talán még jobban pörgünk a zenekarra, még jobban egymásra vagyunk hangolódva, és esetleg a havi egy-két próba, amin azon aggódtam, hogy jaj, nem most akkor mi lesz, szétesik a zenekar, és hogy minden, egyáltalán nem. Szóval annyira ez alatt a négy év alatt míg együtt zenéltünk, annyira egymással hangolódtunk, szó szerint teljesen, hogy nagyon-nagyon jó mind a koncerteken is, mind a próbákon is meglátszik, hogy igen, egy vagyunk. Jó, mondjuk ilyen toleráns fiúkkal könnyű. Tehát ők türelmesek mindent a nagy tesóért, és akkor ahogyha... Általában ő ott a főnök, tehát megmondja, hogy mit kell csinálni, akkor azt megcsinálja. Hát ezért lett Dóra is a felfedező, nem, hát Gábor is a felfedező. Igen, valószínűleg, meg azért hát jobb nézni Dorcit, mint mondjuk engem, úgyhogy... 20 évesre szokott Katyába rázni, szóval én vagyok a legidősebb, de most már ügyesen nőnek. Pont mondtam is nekik, hogy a kezdeti kis imidzsünk, mi szerint kis cuki zenekar vagyunk, most már kezdenek megnőni, szóval most már mindenki nagyjából magasabb nálam, de nem baj, határa csillagoség. Igen, hát én emlékszem az első fellépésre, ott még a legkisebb testvéretek, ő valóban mindenkinek az jutott eszébe. Most már nagyobb, mint a gitár végre. Igen. Akkor ő is felnőtt. Na meséljetek egy picit, lesz fest, különböző fellépések, koncerthegyek, hogy alakult eddig a nyár? Hát jó volt. Szerintem igazából a Last Fest tetszett nekem speciál a legjobban. Attól függetlenül, hogy voltak kisebb hibák a koncerten, szerintem a hangosítás is tökéletes volt, a hangulat is jó volt, és ahhoz képest, hogy nem a legnagyobb színpadon léptünk fel, a közönség is teljesen korrekt volt. Nagyon, szóval olyan sokan voltak is, meglepően nem csak az ismerőség és rokonáink, hanem rengetegen jöttek, szóval például volt így a Cheetosnak beöltözött egy ilyen kis figurája, míg ő is odajött és ott táncolt velünk, és tényleg mindenki kihozta magából a maximumot. Igen, a Last Fest még a legfrissebb, ez még most a múlt héten volt kis Fárdán, és nagyon-nagyon élveztük, szóval ezt egyetértettünk a koncert végén, hogy igen, srácok, ez az egyik legjobb koncertünk volt. Előtte is itt a környéken koncerteztünk, itt a Hold udvarban, ugye itt a MIF-ház alatt, valamint Záhonyban is lett valami fellépésünk, ami elmaradt, szóval ez egyben egy reklámhelye is, mert augusztus 3-án leszünk majd így a Záhonyi főtéren, az Akusztikus Zenei Fesztiválon. Mi zenéltünk valahol? Igen, azt is múlt héten szerdán a Showstone. Igen, a Showstone-on, azon is nagyon-nagyon jó volt, azon talán még többen voltak. A járókelők, meg ott a hangulat, és így. Ez egy nagyon jó ötlet volt, és a többi zenekar is azt mondja, hogy, hogy egy hiánypótló dolog, mert ott jönnek, mennek az emberek, ha jó idő van, megállnak, belehallgatnak, és sokan ott is ragadnak. Akkor valóban így ezt tapasztaltad? Szerintem sajnos Nyíregyházán az élő zene az kihalófélben van, és most kezdik újraéleszteni ezzel ezekkel az ilyesmi programokkal, és ez tetszik nekem igazából. Már tavaly is volt ez a kis mozgalom, és hát elég nagy érdeklődés ültek körül. Most még többen vannak szerintem, mint tavaly. Igen, és idén is nagyon-nagyon jó volt, az egész korrekt volt, mindenki már ismerősként találkozik velünk, és ezt annyira jó látni, hogy ez így, szóval reméljük, hogy jövőre is lesz. Mondhatjuk, hogy turnéztuk ugye a megyében. Másabb a nyíregyházi közönség, mint a vidéki, vagy vannak már úgy olyan rajongók, akik mindig ott vannak és az első sorban tombolnak? Ez nagyon érdekes, mert tényleg hál' Istennek eléggé kiterjedt az ismerettségi körünk, szóval, és ők nagyon szeretnek minket, de rengeteg, főleg ez nekem a nagy szerelmem, a kisgyerekek. Nem tudom, hogy hívek őket, de már nem egy visszatérő arc van, aki mindig ott jön, és akkor ó, igen, láttalak az újságban, láttalak a tévében, láttalak bárhol, és jönnek az ilyen Vidor Fesztivál, Városnap, Hello Nyíregyháza, mindenféle ilyen rendezvényeken, és annyira jó látni, hogy ott tapsolnak, és ott vannak a főtéren velünk együtt, és hát igen, ez annak is köszönhető, hogy azért Facebookon, Instagramon, YouTube-on mindenhol igyekszünk magunkat reklámozni, de ezt
tényleg jó látni. Az milyen jó lesz majd, amikor ő megy a saját gyerekével kézzelfogva, és látod, rájuk csápoltam még kicsi korban, és még mindig itt vannak a színpadon. Úgyhogy neked, Gábor, külön van egy másik zenekar is, és ti most fel is léptek szombaton. Igen, most szombaton esetleg, hogyha valaki érdeklődik a nézők közül, egy órától a Krudi szálló előtt a főzőversenyen, meg Sárkányhajó is lesz ott a Sóstón, a Szia Anya nevű zenekarral fogok fellépni, ami így a baráti körömből alakult. Túra és a felfedezőket hívták, és mondtam, hogy hát és sajnos nem lettek Magyarországon, de mondom, amúgy van egy másik zenekar, aki nagyon jó, ők ilyen is. Ilyen szempontból jól jött nekünk ez a fellépés, mi is most éppen stúdióban mennénk, ugyanúgy, ahogy majd a Dórával is, most éppen számokat veszünk fel, és hát nem sokára megjelennek YouTube-on is, meg nem YouTube-on is. Ezek csak saját dolog most már, vagy azért vannak még feldolgozások is? Hát igyekeztünk most így a negyedik évre, pont már a Les Festen lévő setlist, vagy ugye ez a lista, amit játszunk, ebből 12 számot játszottunk, és ebből 10 saját volt, és ez így büszkeséget vetett el a kis szívemet, hogy ez nagyon jó. Így a dalokat javarészt Gábor hangszerelte, meg valamint a dobosunk Levente, aki egyébként a klasszikus gitáros. Szóval így nekünk a zenekarunk elég ilyen érdekes, hogy mindenki mást zenél a zenekarban, mint amit, de pontosan ezért annyira jó. Uh-huh. És most a stúdiózgatás, hát ez nekünk egy hiányzik, hogy mivel koncertezünk, mindenkinek ezzel dolga van, ezért ez sajnos így a háttérbe szorult, de most ezt az problémát igyekszünk orvosolni. Korábban említettétek már, hogy a Dura és a Felfedezők név abból ered, hogy felfedezitek magatokat, a zenéteket. Megvan már ez a stílus? Szerintem már igen, most már megtaláltuk, és hát így továbbra is, pont a múlt héten is a Zenesóstónon volt egy riport velünk is, akkor is a zenénket befogadhatósággal jellemeztem, hogy igazából nem igazán tudnám magunkat bekategorizálni, igen. Szóval, hát milyen kis akusztikus pop, de azért nem ez a megszokott, igen. Azért hát már most eljutunk a rádióig is, bár ez szerintem annyira már nem áll messze. Hát majd az új album, illetve hát amit említettetek, videóklipek, meg a többi. Ezeket akkor most már folyamatosan lehet keresni, látni, lehet keresni, még nem garantáljuk, hogy már jövő héten fent lesznek, de valószínűleg. Hát Gábor Hamjának szeretnél, szóval igen, csak próbálkozom hajrá. Benne, hogy minél gyorsabban meg legyen. De visszatérve ezekre a feldolgozásokra, hogy csak két feldolgozást játsszuk már, kötelező, vagy hát nem kötelező, de jó olyan, hogyha van egy feldolgozás a koncerten, mert ismerik az emberek a számot, és akkor jobban élvezik a koncertet szerintem. Mint ha mondjuk oda téved egy járók elő a koncertre, hogy na, most ez milyen zene, nem is ismerem, hogy jobb, hogyha tudja a szöveget legalább. Igen, mindig figyelünk arra az aktuális rendezvénytől függően, hogy ha most egy gyereknapra megyünk, vagy ha most a Hollywoodba egy fellépése, hogy akkor nyilván nem ugyanazokat a számokat visszük oda. Más az összetétele a közönségnek, de szerintem ezt igyekszünk úgy megtalálni. Van az a szint, amikor már a szórakozó helyen is vígan éneklik a gyerekdalokat is. Tehát egy bizonyos hangulat után. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hát akkor további sok sikert nektek. És hát kíváncsian várjuk a koncerteket, meg a dalokat. Most jöjjön egy kis ízelítő Dóra és a Felfedezőktől. Nem egy látomás,
Folytatásban pedig süssünk, főzünk, mert ennek van itt a szezonja. A férfiak ilyenkor rengeteg időt töltenek kint a szabadban, és különböző húsokat sütnek, pörköltöt készítenek, hamburgerhúst próbálnak sütni, ha nem esik szét. Paluska Ádám pedig megosztja velünk, hogy ne essen szét a hamburgerhús, mert hogy ő ilyen szempontból egy specialista. Szóval nagyon sokan megpróbálkoznak azzal, hogy otthon házilag készítenek mondjuk hamburgert, vagy grillhúsokat, ilyesmit, de sokan el is rontják. Mire kell figyelni mondjuk egy hamburger készítésnél? Hát igazából a legfontosabb mindig az alapanyagnak a kiválasztása. A megfelelő marhahús ugye a titka mindennek, amit már különböző vágóhidakon, illetve nagyon jó hentesek vannak már Nyíregyházan is, és be lehet őket szerezni. Hát otthoni felhasználásra én tudom nektek hamburgerhez ajánlani a marha nyakat, illetve valamilyen zsíradékot használjunk hozzá, a legjobb az a marha vese fagyú, hogyha az ember be tudja szerezni. Ez különböző nagy áruházakban már beszerezhető, de inkább egy ilyen zsírszalonnát, vagy ilyennel egy mondjuk egy 90-10-80-20 arányba keverve tökéletes ízt tud neki adni. De szerintem a nyárnak nem is legfeltétlenül a hamburger a szezonja, hanem inkább ezek a könnyed ételek, mint grillzöldségek, csirkehúsok, különböző szuvidált marha termékek, amiket ezek is beszerezhetők minden nagy áruházban. Most már Magyarországon is érik ugye a paradicsom, paprika, amelyek sokkal ízesebbek, mint Spanyolországból származó testvéreik. Uh-huh. Ezt tudom nektek ajánlani, hogy a piacon kell szétnézni. Nyíregyházan is nagyon nagy választék van, nagyon jó hentesek találhatóak a piacon, illetve kistermelők is. Na mesélj egy picit, nekem például otthon terem egy kis paradicsom. Hogy lehet azt feldobni, hogy ne csak simán ilyen saláta legyen, hanem mondjuk valami spéci? Ez nagyon nehéz kérdés, mert én a paradicsomot, az egy olyan dolog, amit nem szeretek, de a paradicsomot is salátaként esetleg, hogyha megcsinálva, vagy grillezve is nagyon jó tud lenni. A paradicsom, hogyha például ketté vágjuk, egy kis citrusosan elkészítjük. Igazából a grill termékekben minden zöldség jó. Nem kell őket nagyon átsütni, inkább ez az ilyen roppanós ízvilág, amit szerintem a mai trendet képviseli. Hát aminek most szezonja van, ugye még a cukkini, a patiszon, tehát ezeket is így lehet grillezni? Igen, természetesen mindent lehet igazából grillezni, ami jól esik, az a lényeg, ne égessük őket oda. Uh-huh. Illetve még a spárga, aminek most nagyon szezonja van, mind a fehér, mind a zöld spárga. Én nagyon szeretem például a spárgát békönbe tekerve és sajttal megszórva, kicsit a sütőbe betéve, rendkívül magas antioxidáns tartalma van amúgy, nagyon egészséges. Rengeteg kérdés van ilyenkor. Hogy választod ki a megfelelő spárgát? Igazából a nagyon fontos szerintem, hogyha ételeket választunk nyáron, hogy minél színesebb legyen a tányér. Mind zöld, mind piros, igazából ami az embernek megtetszik és kedvére való. Hogy választom ki? Én próbálok mindig magyar terméket vásárolni, bármelyik boltba elmegyek, azért azt meg szoktam nézni, hogy magyar termék legyen, de a legjobb, hogyha az ember piacra megy. És ott is inkább az öreg nénit szeretek vásárolni, nem az, akinek van banánja, meg mindenféle terméke. Mint őstermelő. Mint őstermelő, igen, mert az valószínűleg egy helyről vásárolja fel mindet. Uh-huh. Én amit mostanában nagyon sokszor tapasztalok, hogy édes burgonyát egyre több helyen árulnak köretként. Mennyire látod esetleg lehetőségét annak, hogy fel is fogja váltani a hagyományos hasábburgonyát? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Valószínűleg azért nem fogja soha felváltani, mert azért árban rendkívül nagy a különbség. Igen, ez most egy nagy divat amúgy az édesburgonya, mint sült krumpliként, mint pedig burgonyapüréként, illetve amúgy nem is mindenki szereti, azért van egy különleges íze, tehát ez tényleg egy édes dolog, és sokan nem is gondolnák róla, de ez amúgy sokkal egészségesebb és sokkal kevésbé hízlal, mint komolyan? A rendes krumpli. Én azt hittem, hogy ennek magasabb a kalória tartalma, pont az édesség. Nem, ez teljesen pont fordítottan arányos a kettő. Uh-huh. Nehéz megalkotni egy-egy ételnél azt, hogy két íz, mondjuk egy hús és egy köret megfelelően harmonizáljon egymással? Hát különböző fűszerekkel nagyon egyszerűen össze lehet őket hozni, bár mindig az a legjobb, hogyha az alapízvilág marad meg, és csak inkább pluszokat adunk hozzá. Szerintem az édes burgonyához például minden élek. Én nagyon szeretem az édes burgonyát amúgy. Szerintem a csirkével nagyon hangulatos, de burgerek mellé is nagyon tudom ajánlani, mi is áruljuk ezeket a termékeket. Neked mi a kedvenced? Említetted a spárgát, akkor ezek szerint az egyik. Én nekem a marhahús amúgy a kedvencem. A marhahús marhahússal. Én egy burgerezőt csinálok amúgy, és én nagyon szeretem a marhahúst. Uh-huh. A zöldségekből, hát nyáron a spárga, hát télen...
És mi van télen? Ami éppen megvásárolható, ami nem Magyarországon készült. Igen, de a lényeg az, hogy ha lehet, akkor a helyi alapanyagokból. Abszolút, a burgert mivel lehet feldobni? Hogy ne csak sajtot tegyünk bele, meg zöldséget, hanem valami hát különlegességet. Különböző szószokkal kell esetleg kísérletezni, mint például paradicsom sűrítmény, mint például nagyon különleges mondjuk egy hagymalekvár lehet bele, akkor... Ezeket magadnak készíted? Igen. A hagyma lekvárt is? Igen, és az az érdekes benne, hogy most az ember azt gondolná, hogy ennek hagyma íze van, de ennek inkább lekvár íze van. A hagyma nagyon minimálisan érezhető benne, inkább ez egy ilyen édeskés dolog. Nagyon sok munkával jár mondjuk, amíg elkészítesz? Hát egy ilyen 3-4 óra egy ilyen 2 kg hagyma lekvár elkészítése. Aha, és akkor azt utána használhatod? Persze, ez ugyanúgy be lehet főzni, mint hogyha egy lekvárt készítenénk. Cukortartósít, ugye kifőzzük. És akkor teljesen úgy viselkedik, mint egy igazi lekvár. A desszertek terén mi a helyzet? Most vannak ott a tiramisu, vagy még mindig a hagyományos somlói? Hát a pannakotta az nagyon elterjedt már egy jó ideje amúgy Magyarországon. Hát a somlói galuska az inkább a cukrászdákban jellemző, azt már elég ritkán látni éttermekben. Sajttortát is szokták, nagyon különböző ízesítéssel, mint cseresznye, M1-nek van most a szezonja, akkor ribizli, igazából mindenféle gyümölccsel feldobható ez. Ilyenkor illik hozzá inni is valamit. A rozé, meg a fröccs, meg ilyesmi az, ami ilyenkor nagyon megy nyáron? Hát igen, általában a rozé, a sör is nagyon megy, de a töményitalok kevésbé, azért nagyon meleg van, ilyenkor az embert hamarabb megzavarja. Meg hát gondolom a hamburger mellé, meg a hagyományos. Hát a hamburger mellé a sör, tehát az egyértelmű. Itt mennyire divatosak mondjuk Magyarországon a csípős ízek? Nagyon szeretik az emberek az erőteljesebb fűszerezésű ízeket, mondjuk a hamburgernél is, tehát van, aki agyononti annyi csípős szósz, hogy már semmilyen ízt nem hát érez. Igen, ez a baj, hogy érdekes, mert a csípős az igazából teljesen megöl minden ízt, de nagyon sokan szeretik Magyarországon a csípőset. Sok helyen látok olyat is, hogy ilyen nagyon csípős evőverseny, de tényleg ez az értelmetlen csípős, amikor már kesztyűvel kell sütni a húst is, mert annyira mar. Hát szokták, de azért én nem vagyok híve annak, hogy csípősen. Csináljuk egy kis jalapeño paprika, esetleg egy minimális csípős, de ne ez domináljon benne. A másik dolog, amit el szoktak rontani, mondjuk amikor a csirke mellett grillezi valaki és agyon süti. Tehát amikor már olyan, még mindig úgy érzi, hogy nem sült meg, és a végén már ilyen kőkemény lesz. Mi az az ideális, amíg érdemes sütni? Hát amikor még szaftos, igazából nagyon sokan óckodnak tőle, hogy nyers marad a hús, hogy úristen, mi lesz velünk. De igazából, hogyha egy másfél percet sül egy csirke, mert hogyha nincsen nagyon vastagra hagyva, akkor az már tökéletes. Illetve vannak különböző technológiák, amivel kiküszöbölhető ez a nyersen maradás, például a szuvidálás. Ez egy, hát Magyarországon is létezik már egy 5-6 éve, kevesen használják ezt, hogy lassú hőfokon lassan megfőzzük. Tehát alacsony hőfokon lassan megfőzzük. Megfőzöd és utána meg megsütöd? Megfőzzük levákumolva, tehát nem közvetlenül a vízzel érintkezik, hanem igazából egy vákumzacskóba, és utána igazából ebből már egy kész termék készül, és utána csak fel kell sütni. Hát ez az a téma, amiről még órákig. És most már meg is tanultál grillezni. Minden, most megyek haza és szuvidálok egy kicsit. Gondolom, jól mondtam? Igen. Jó, hát biztos nem ilyen egyszerű, mint ahogy most elmondtad. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hát reméljük, hogy adtunk néhány ötletet, meg tanácsot. Ki lehet próbálni ezeket, akár hamburgerként, akár grillezve, és akkor jöhet egy kis desszert is utána. Mi pedig akkor most programajánlóval folytatjuk. Strand könyvtár július 2-a és 27-e között a Sóstói Parkfürdőben könyvek, napi és heti lapok, magazinok közül válogathatnak, kölcsönözhetnek. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. A Buratino Bám Színház előadásai július 14-én 16 órától Farkas és Róka, 15-én 10 órától az Elásott kincs, helyszín a Korzó Bevásárlóközpont B épületének második emelete. Orgona hangverseny július 15-én 18 órától a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templomban, közreműködik dr. Kovács László Attila. A Csiriptonya játéktár programjai a Móri Zsigmond könyvtárban július 17-én 14 és 16 óra között spatulából emberfigurák készítése, 19-én 14 és 16 óra között sün készítése fonálból. Elnémult vidéken 2.0 című kiállítás július 18-án 16 óra 30-tól a Móri Zsigmond könyvtárban, Spóner Hajnalka fotográfus, fotók és tárgyak a bokortanyák életéből. A kiállított tárgyakat Mészáros István ajánlotta fel gyűjteményéből.
Felhőtlen száraz idők, Nagy Otília festőművész kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula teremben megtekinthető augusztus 11-ig. A folytatásban pedig színház, Pregicer Fruzsinát köszöntjük szeretettel. Nagyon mozgalmas év van a hátad mögött, és hát egy pici kis szünet, szusszanásnyi idő, de gondolom olyan nagy szünet nem lesz, mert hogy szeptember elején már újabb bemutató. Kezdjük az elmúlt évvel. Szeretettel köszöntöm az összes nézőt és kíváncsiskodót, és titeket is. Nagyon szép és izgalmas évadunk volt. Én a Martin McDonagh darabbal, a Linen szépével kezdhettem. Göttinger Pál rendezte, nagyon kegyelemtel, így kell mondjam, hogy izgalmas és kegyelemtel időszak volt ez a, hál' Istennek, hosszú próbaidőszak. Nehéz volt ez a szerep, egy anyát kellett játszanom, Kuti Patricia volt a lányom. Nagy Idai Gergő és Martinkovics Máté egyetemi hallgatók játszottuk négyen az előadást. Egy még soha nem ismert és nem tapasztalt női sorsot kellett megmutassam. És csodálatos volt együtt dolgozni a stábbal, és Göttinger Pállal így is ízlelgettük meg egymást, bár azt megelőző évadban a Castel Felicében rendezett minket legelőször a Pali. Ezt követően Kótai M. Gábor, mint régi ismerős, az Asszony asszonynak farkasa című darabját állította egy angol, Jakab korabeli angol szerzőnek a Krúdi kamarában. Hogyhogy nem, ott is egy anyát játszottam. Ez egy kicsit mai körülmények közé, mai sugallatra hangolt előadás volt. Ezt január elején mutattuk be, ezt a kamarai hagyományoknak megfelelően nem játszottuk túl sokszor. Ennek az adta még az izgalmát, hogy a főpróbán már rezgett a léc, hogy megszületik Rák Zoli kisfia, és aztán az előadás után meg is született a főpróba. Után tehát a premiért a Zoli el is tudta játszani. Március elején mutattuk be Schiller Don Carlosát, Szabó Máté, a Miskolci Színház főrendezője rendezte az előadást. Szintén mai látvány, illetve igaz, ő azt mondta, hogy 80-as évek érzetébe próbálta az egész gondolatsort belehelyezni. Sokan azt hitték, hogy mai, de hát magas sarkú cipőkben, öltönyökben játszottunk, és egy nagyon izgalmas díszlete volt, és a látványért külön köszönet Ziegler Balázsnak, aki szerintem az ország egyik legfiatalabb és legdinamikusabb, legtehetségesebb fiatal díszlettervezője. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni, és a minden színház hallom nagyon szereti. Amikor a Don Carlost befejeztük, akkor igazából volt egy pici szusszanásnyi időm márciusban, de hát várt egy nagyon nagy feladat, ugyanis szeptember 7-én, tehát most az évad elején mutatjuk be Jean Cocteau-nak a Rettenetes szülő című színdarabját, ami egy számomra nagyon furcsa és tőlem távol álló családi fölállásról és családi viszonyrendszerről szól. Ott is egy anyát játszó, Fellinger Domokos a fiam, Horváth László Attila a férjem, és Horváth Réka, a Horváth házasban, ő még a testvérem. Keresztes Attila a Marosvásárhelyi Színház művészeti vezető főrendezője, a rendezője ennek az előadásnak. Elkezdtük a darabot próbálni. Tudnunk kell erről a darabról, hogy ezt Jean Marais főszereplésével játszották, tehát Jean Marais kérésére íródott ez az előadás egyébként színház történetileg, ha visszamegyünk a múltba, és aztán az ő főszereplésével be is mutattak egy filmet, és hát nagyon izgalmas, mert a néző nem tudom, hogy veszi-e majd alapot, mert hiszen még nem teszteltük az előadást, mert volt egy előbemutató, tehát illetve eljutottunk egy próbafázisig, és ezt próbáljuk majd megőrizni, kicsit tovább fejleszteni szeptember 7-ére.
ez a film is valami módon közreműködik majd az előadásokban, de nem akarok több titkot elárulni. Tőlem távol áll ez a világ, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a nézőkre milyen, hogyan fog hatni, vagy hogyan működteti az embereknek az indulatait, meg az érzelmeit, meg a gondolatait. Ezt követően egy Agatha Christie krimit játszik majd a színházunk, és én 20-sok éve nem dolgoztam Zsótér Sándorral, akivel nagyon izgalmas dolgozni, függetlenül attól, hogy milyen eredmény sikerül, de ezt mindenfajta csapat, kolléga, művész ugyanezt fogalmazza meg a Trokán Nórától az Udvaros Dorottyáig, hogy a Sanyi egy kivételes személyiség, és rettenetes nagy kaland vele dolgozni. Van, amikor sikerül, van, amikor nagyon szereti a néző, és van, amikor még jobban. Ezt a Gyilkosság meghirdetve címmel fogjuk játszani ezt az előadást. Többen jeleskedünk majd a nagy színpadon, nagyon várom már. Ezután Dragomán György Kalucsni című ős bemutatójában játszhatok majd. Dragomán György nevét remélem majd a nézőnek nem kell bemutatni, hát hiszen világhírűvé vált a Fehér Isten című regényével, Hollywoodot is szerintem meghódította, illetve ez a regényével, amelyből filmet készítettek, hiszen az őszön itt volt nálunk a Gyuri, mert a művészasztal keretében egy ilyen író-olvasó találkozót szervezett a Vöröspostakocsi Irodalmi Folyóirat, és ott olvastunk, jelenítettünk meg részeket a több regényéből is. Dragomán előadás után egy kicsit vehetek levegőt majd, és Göttinger Pál belecsap majd nem a lecsóba, nem a nagybőgőbe, hanem a Bob Hercegbe, most stílusos legyek, operettet állít színpadra. Én nem is tudom, hogy a Pali valaha rendezette operettet, mindegy, mi most nekivágunk. Nem tudta megmondani őszintén, hogy milyen szerepet játszom benne, mert még írják. Tehát nyilván tippelek, anyát fogsz játszani. Tehát ahogy itt most nem elmondtad. Nem mondod. Kiindulva az előző darabokból. A Bob Herceg édesanyját, Horváth Margit játszom, maga Bob Herceg, Gulácsi Tamás lesz. Nem tudom meg, mert az eredeti forgatókönyvtől eltér majd a mi variációnk, és hát nagyon remélem, hogy valami ikonikus nótát azért csak elénekelhetek. Hát idáig, tehát ezeket tervezi a színház, ezekbe engedett belepillantani. Hát az én életem az ennek fényében alakul majd. Kíváncsi vagyok, mert egyrészt a Dragomán darab is nagyon érdekel, ott kérte Szikszai Rémusz rendezi majd a Kalucsni ősbemutatónkat, aki hát a Vidor Fesztiválon is szerintem ő egy ismert személyiség, de például én kétszer is megnéztem a Tartuff rendezését, amiben a Hajdani, aki itt látszott nálunk, nagyon kedves kollégánk volt, Megyeri Zoltán játszott a orgon főszerepet, és ami egészen kiváló előadás sikeredett Szikszai Rémusz keze alatt. Egy nagymamát fogok játszani, hogy nem mamát, aki zongora tanárnő, és egy, hát az az izgalmas feladat vár rám, hogy a nagyon sok évvel ezelőtt művelt zongoratudásomat hát, ha le tudom porolni, ez legyen az jövő titka, hogy mennyire sikerül, és valamennyire illúziót keltően megmutatnom, hogy mennyire volt közöm a muzsikáláshoz. Játszottam több hangszeren is, a többek között zongorán is. Hát ez a következő évad. Mozgalmasnak ígérkezik akkor ez is. Igen. Az időnk villámgyorsan elrepült. Pihenésre jut azért idő? Így? Vagy ilyenkor az ember nyáron is végig az jár a fejében, hogy jó, akkor azt a darab részt még meg kell tanulni, még itt próba lesz, stb. Rendezővel kell egyeztetni. Aztán nekem vannak olyan időszakaim, amikor szigorúan nincs színház.
jövő héten a Pilisbe megyek túrázni a fiammal, illetve augusztus végén, utolsó, most pontosan augusztus közepétől 20-áig egy nagy társasággal, most már hagyomány számba megy, hogy Erdélybe, Gyimesekbe megyünk túrázni. Első világháborús emlékhelyeket látogatunk, a nyíregyházi speciális mentők szervezésében is, meg a hazajáró csapat, a filmforgató csapat, egyesület csapat szervezésében is. Nagyon izgalmas, mert mindenféle korosztály, mindenféle életkor, kultúrkör, hatalmas. Van, amikor 70-en vagyunk, van, amikor a 130-an. Fiatalok, nyugdíjasok, és mindakik szeretik a természetet, és na hát ott, hál' Istennek, amikor nincs térerő, nem nyomogathatja a kamasz a telefonját, mert kapaszkodni kell a következő fűcsomóhoz. Hát ez van. Ez az, amikor az ember egy picit le tud ereszteni, vagy amikor, igen, amikor feltöltődik. Amikor muszáj mással foglalkozni, és rácsodálkozom az, amit nem az ember csinált, hanem a Jóisten is, és örülni neki. Fruzsina, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jó pihenést, és akkor kíváncsian várjuk szeptember 7-ét már, hogy az első bemutatót. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, mert ennyi fért a mostani Sziasztok Pluszba. Köszönjük, hogy itt voltak, viszontlátásra. Tartsanak velünk jövő héten is.